sempre a casa com a bilhadinha atrás. Amém. Nem hallottad tudni, hogy valami bug volt, vagy nem tudom, egyszerűen a Nikon a Prime-on nem működött így. De az Excalibur megsértődött, és nem szeretne Nikon a Prime-ot, mert nem belehozták. Hákozom! Prisma szkalán, most adtam rá egy formát, semmi nincs benne. Most már az Excalibur-nak az X-csalja vágol. Igen. És amióta az X-csalja és a Sarin összejött az S-csal, azóta az Excalibur nem szereti a Sarint, és emiatt úgy döntött, hogy a Prisma, hogy hívják ott, nem fogja szeretni a Prisma szkalát. Én akkor már tudom, az Excaliburnak ez az OTP idézi. Hallod, én akkor már tudom, hogy ugye akkor Excaliburnak ki lesz az új nője, Banshee az. Hát még csak randizgatnak, de nem biztos, hogy ezt jön meg. Nem, amúgy a az a, Banshee, baj, az a baj, hogy amikor a Banshee az megsértődik, akkor ugye süket lesz. Nem, amúgy azt tudtátok, hogy a néztem ilyen videókat róla, meg ilyen izékből. A Mirage-nak például Loki, a szerelme. Igen, de egyszer volt az is, hogy az Excalibur elment a küldetésre egy Valkürrel, és egy ilyen csövön kellett mászniuk, a szellőző csövön, és a Valkür mászott előtte, ugye, és szexi segge volt a Valkürnek, és az Excalibur beindult, és akkor úgy döntött, hogy lemond a Banshee-ről. És akkor inkább elkezd randizni az Excalibur-ra. Az a baj az Excalibur-ra, hogy ez egy hiszterikus picsa, és így aztán... Excalibur-ra? Nem a Valkyr? És a Valkyr egy hiszterikus picsa, és így aztán Excalibur szegény csalódhatott megint, és akkor most megint nyaldossa a Banshee-nek a lábát, hogy hát vegyél vissza, mert hogy érted, de a Banshee az most már lesz elég magasról. Én úgy tudom, hogy ez a Rion-nak a csaja. Hát nem tudom. A Valkyr. Mert van egy olyan kép, amikor a Valkyrie ilyen össze van gubackodva, esik az eső, a Rino meg ott van mellett, és akkor nyújtja a kezét. Hát lehet, hogy volt lévő kis aktérjük, de azt tudom, hogy egyszer az Excalibur egy közös küldetésük során egész jól összeérted. De hát mondom, hogy Valkyrie hiszterikus ticség, ezt az Excalibur nem bírta. Még a Stalker is visszahozna a Valkyrie-t egyszer, azt mondta, ez sok. Ezen OD2 film, mi? De amúgy az Excalibur... Az Excaliburnak elvileg a nője az a Nyx. A Nyx a halálos ellensége volt. Nem, az a csaja. De hogy a csaja, halálos ellenségek voltak. Ha Warframe karakter origin nézünk, hát a Nyx volt mit, az ellenfele. Akkor mit adnál neki meg? Nem, meg hát azt magamnak adnám, meg az embert is, meg a Valkyrt, meg a Sarint is. A Frost... Nem mondok semmit az Excaliburnak, hülye vagy? De nem, ebből úgy van, hogy a Frostnak előbb az ember a csaja. Hát abból eléggé lesz, de mit jön neki. De tényleg, hát egy telefon ilyen képekkel, hogy öregedik egymást, meg puszi-puszi. Hát tudod, én már láttam a Nyx-et megkúrni az embert, úgyhogy... Beírod Pornhubra, hogy volt Pornhubra, hogy egy olyan... Tényleg? Nem vágod, hogy van ilyen Warframe-porn? Nem, még én küldtem. Van, írjad be, hogy Warframe-porn, azt meglátod. Nem, én küldtem. Jajajaj. Még én küldtem, és azt mondtad, hogy fúj, nem vagyok te kíváncsi. De mi, emberek beöltöznek, vagy mi? Nem. A számítógépes animáció. Számítógépes animáció, dugják. Ó, de én pornóra is sem mondtam neked olyat, hogy fúj, nem érdekel. Jajajajaj, múltkor azt mondtad, hogy... Ne hazudjál! Ne hazudjál! Akkor múltkor lebuktál. Azt mondtad, hogy fúj, ez nem érdekel. Az biztos, hogy nem én voltam. Nem dolgok, hogy tényleg úgy van, hogy Lokinak előre a Mirás, mert van egy olyan képen meg ilyen izén, hogy táncolnak. Tök jó. A Voltnak elvileg a Nova. Hát én a Novát a Meggel hoznám össze.
A Valkyrnek azt tudom, hogy a Rhino. A Valkyr a Rhino mellett, amit a szőke picsa a tigrét állat mellett, nem? A... Már gondolkodom, hogy volt. Mit csinálsz, Oldi? Elfelejtettem valamit, hogyan voltak. Elvileg a Banshee-nek az első csaja. Azt tudom. A Banshee-nek az S. Aha. Persze, hát most mondtam, hogy elhagyta az Excalibur-t, és inkább... Ja nem, dehogy is. Az S az izével jött ezt a szarimba, hát mondom. Hát mondom, ezért, ezért ez mérges az Excalibur. Mondom, az Excalibur az a Nyx. A Nyx ellenségek, ember. Hát azért ellenségek, mert a Nyx beszélte rá a szarint, hogy hagyja el az Excalibur-t. De most viccen kívül, a Nexus-nak a csaja az a Messa. A Messa, aki pasi a Necrosz-át nem bújja. Messa! Ja, Néza! De miért Néza a szí... izé... Messa! A Messa is férfi! Az nem férfi te. A Messa férfi! Ki a férfi? A Messa az női karakter. Dehogy a Messa! A Messa az férfi! A Messa! Nem a kínai van, izé Messa az a... Igen, a Messa a pisztolyos, igen! Ez férfi karakter! De az női! Ne! Nézzetek utána! Mellel van meg ennek! Mondom, hogy férfi karakter! De a Bey... Akkor ennyivel az ivar is? De a Bey... Mert Robin Hood, nem? Kiírja, hogy férfi... Akkor... Menjünk arra a Wikipédiára, és még ott is írja, hogy a közhirdeleme ellentétben a Messa az férfi. Mi? A vadnyugati csaj? A vadnyugati csaj, igen. Én is jobban szeretem, csajnak, ezt én így csajként referálok rá, de férfi. Ne. Tudom, hogy most kiégtetek, srácok, és a szexiségből hirtelen utálat lett, de... Jézus, te várja! Nézzetek utána, ez. Amúgy is utáltam, melyeket utálni is fogom, ezután is, nem amerikai. Nem is amerikai, mexikói vannak. Ami nem Texasban voltak serifek, meg ilyen vadnyugati köcsögök? De a Messa az mexikói asztalból ered. A fensíkokat hívták mexikói Messa, mert ilyen lapos a tetejük, ugye hegyen lapos tetejük, és azt Messának hívták mexikói, vagy valami néze, ami asztalt jelent neve magyarul, és akkor onnan jött a Messa a vadnyugati lapos, magas lapos tájakról, tehát az ilyen fensíkokról. Ne szopass! Ne szopass! Milyen felokta Wikipédián, tudom, hogy nehezen értesz. Hát mondjuk én... Mondjuk az azt hiszem az ember, hogy ne ez a lány, azt a közben meg férfi karakter valami. Igen, tudom, hogy szexi senki van. A beállása is elég erotikus. Támaszla vagy bukva. Beérszünk a kategóriát. Nem. Na, ez az úgy van, ez olyan rohadt a test.